Sziasztok, üdvözlök újra mindenkit a mai videóba. És mint láttátok, a mai rész a templomokról fog szólni egy kicsit. Így ugye két templomot mutattam be nektek eddig. Ugye ez a református templom, az egy nagyon régebbi templomépítés. Ugye az egyetem ez közel is van nekem. Ugye? És a másik egy ortodox templom volt. Ugye ezekről nagyon nem szeretnék beszélni, nem tudom nagyon a történetüket. De ez pár templom, amiről kicsit rosszabban fogok több beszélni. És akkor most megyünk is a következő templomok fele, amik ugye kicsit ugye föltérnél lesz, mert valószínűleg a földét fogom érinteni. Yeah. I guess I'm a disappointment. Doing everything I can, I don't wanna make you disappointed. It's annoying. I just wanna make you feel like everything I ever do is never trying to make an issue for you. But I guess the more you thought about everything, you were never even wrong in the first place, right? Yeah, I'ma just ignore you, walking towards you. With my head down, looking at the ground, I'm embarrassed for you. Paranoia, what did I do wrong this time? That's parents for you, very loyal. Should I have my back? Would you put a knife in my hands before? What else should I carry for you? I care for you, but I'm on the edge right now. I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down. Let you down. All these voices in my head get loud. I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down. Na emberek, kicsit beszéljünk is arról a központi református templomról, mi ez a református templom. Ugye nagyvadon egyik két református templomot láthatatok, és hát én aztán a harmadik is hamarosan, ami egy kicsit ugye, most valami bennetek, hogy miért, ugye egy kis történetről beszélgessünk. Ugye ez egy kisebb templom, és ugye ez azért is lett híres, mert központja volt a református egyháznak itt ugye, itt egy nagy városban jó sokáig. Ugye, mint tudjátok, Romániában ugye két részen van, tehát a református két részre oszlik, olyan nagyváradi püspökség, meg ugye másik pontos nevét nem tudom, ez nem akarok hülyeséget mondani nektek. És olyan nagyváradi püspökségnek volt a központja, ez a kicsi templom, egy ideig. Ugye addig volt központja, ameddig aztán valamit visszakapták, vagy valami történt. Így lényegében sikeresen, ugye aztán visszakerült a nagyobb püspökség ez. Amiről majd ugye láttok majd videót, ugye az is a videóval be fog kerülni. Tehát elős híresség ez a kis épület, és akkor azon kívül ugye volt ugye az a híresség, hogy van benne egy mumifikálgott test, ugye ez egy valódi test, azt hiszem, ugye ezt láttam is élőben, sajnos nem is nem mentem be, hát ugye lehet van képem róla, így azt így lehet, hogy kaptok, vagy nem, akkor nem, de van benne egy mumia. Abba a templomba. Ugye, többi templomhoz visszatérve egy kicsit ugye féltoztam nektek, hogy kb. Milyen templom lehet. És hát a mostani eljönő vagyok, ez egy katolikus templom, hogy rájöttem. Ugye ez a tulajdonosan nincs meg, hogy melyik templom. És hát ugye nagyon szép belülről, nem tudom, hogy lehet-e filmezni, vagy nem lehet-e filmezni. De nem akarom kicsit nagyon sorsomat, de nagyon szép belül ez a templom. Nagyon jól néz ki belül. El kellettek mondjam, és akkor tényleg a mostani célunk tényleg a másik érdekes templom lesz, amiről kell, hogy beszéltem nektek. Yeah. You don't wanna make this work, you just wanna make this worse. Want me to listen to you, but you don't ever hear my words. You don't wanna know my hurt yet, let me guess. You want an apology, probably. How can we keep going at a rate like this? We can't, so I can't. Nagy emberek, itt is vagyok ennél a templomnál, ami nagyon érdekes templom. Hiszen kívül a templomnak néz ki, de belül a múzeumnak számít, ugye ez egy zsidó templom volt, és hát ugye belül is voltam, ugye filmezni nem lehetett belül, de ugye képeket készítettem, még ugye jelzném korábban, mint ez a videó kész. Tehát a képen, amit látod, az nem most kész, hiszen belépő van ide, tehát ingyen mezbe. Ennek köszönhetően ugye
Hát annyit okról nagyon érdekes dolgot tapasztaltam benne. Csomó magyar név van, ami azért nagyon meglepett. És ez valószínűleg mind zsidók lehetnek, ami azért nagyon jó. Hát, és amelyen én történetben nem tudok sokat, azt mondom, hogy felújították ezt, tehát romokban volt, vagy nem tudom milyen állapotban volt, és azt ugye felújították és múzeum lett belőle. Egyébként belülről maga nagyon jó felépítés, tehát teljesen olyan zsidó templomban lennél. Nagyon sok ilyen szimbólum van, és ez nagyon tetszik ebben a templomban, tehát elképesztő. Ezt meg tudod csinálni múzeumnak, és a Jözött Nagyvára nagyon érdemes megnézzétek legalább egyszer, mert aki nem az zsidó templomot vagy, nagyon kíváncsi, ezt meg tudja nézni. Voltál is akkor meg minden estőkkal. És hát, alapvetően ez lenne ez a templom, és aztán amosan most ugye jön egy másik templom, ami nem a központban van, és ugye arra is fogok meg pár. So I have to leave, please don't come after me. I just wanna be alone right now, I don't really wanna think it all. Go ahead, just drink it all. Both know you're gonna call them all, like nothing's wrong. Ain't that what you always do? I feel like every time I talk to you, you're in an awful mood. What else can I offer you? There's nothing left right now, give it all to you. I'm on the edge right now, I wish that I could say I'm proud. I'm sorry that I let you down, let you down. All these voices in my head get loud, I wish that I could shut them out. I'm sorry that I let you down, let you down. Yeah. Don't talk down to me, that's not gonna work now. Packed all my clothes and I moved out. I don't even wanna go to your house. Every time I sit on that couch, I feel like you lecture me. Eventually, I bet that we could've made this work and probably would've figured things out. But I guess I'm a letdown, but it's cool, I checked out. Oh, you wanna be friends now? Okay, let's put my fake face on and pretend now. Sit around and talk about the good times. That didn't even happen. I mean, why are you laughing? Must've missed that joke, let me see if I can find a reaction. No, but at least you're happy. Feels like we're on the edge right now. I can say I'm proud. Sorry that I let you down. Oh, I let you down. All these voices in my head get loud. And I wish it. Na emberek, és igen, egy kicsit beszélhetnek a töltete ennek, hiszen nagyon ízé, röviden láttátok. Ugye ennek nagyon egy szoka van, azért azt sem mosatom fel nektek. Ugye ez egy kicsit messzi van a központtól, azt ugye mondtam. Hát egy kicsit kell oda menni, de én eljutottam egyébként oda. Ugye ez még régebben történt, egy művelvezetés során, ezért is úgymond nagyon sok erre bejutottam. Csak kicsit beszélünk a töltetővel. Itt a plébánia is, meg minden itt zajlik. Ugye van a kanonok sor, ugye az az épület része, ami nem tudom, hogy bekerül a videóba, nem kerül be. Ott ugye laknak, tehát ott lakásokat tettek ki papoknak, meg minden embernek, aki élet a egyház kapcsán. És ugye ott van a főépület is, ahol be lehet menni. Ugye kérdésen be tudtam jutni, és van egy kisebb kiállítási jelleg, de aztán az is egy nagyon szűk és zárt, tehát nagyon kis részt tudsz bemenni, aztán ott a része megint laknak. Ugye van egy nagyobb kerti része is, ugye ami szerintem átjöttetek videókba. Ugye azt szerintem mindenkinek látogatható, de most már nem mentem el, ezért nem tudok róla nyilatkozni. És ugye van egy múzeumi része ennek. Bejutottam, ott sem filmeztem semmit persze, nem mennetett. Ott van konkrétan a koronatartó cuccok, egy minden. Tehát magyar emlékművek vannak ott, nagyon-nagyon jó megnézni azt a helyet. És hát ugye az a koronaváltozat van, ami végül más egy kicsit, mint ahogy a magyar koronának van. Tehát nagyon jó magyar emlékek vannak itt. Tehát ugye itt azt kell tudni, hogy őriztek csomó nagyon emléket ugye Magyarországról, ugye itt szállították, itt őrizték, és máig itt vannak pár nem. Tehát annyit, hogy nagy jelentőség ez a történelem szempontjából is, külön püstösség volt, ugye nagyban betartozott ugye Magyarországon alapított bűnösségekben ugye 13 alapult, és ugye beletartozott Nagyvárad is, amikor megoktatták. Tehát végig se történelmi erről van szó. Hát igen, nagyon ennyit tudok ugye a történetéről, nagyon nem, ez se fontos sajnos, mert nem tudom nagyon kifejezni. Tehát nem vagyok történész vagy valami. Tehát, nem elmondom, hogy tetszett nektek ez a rövid templomos videó, templomokról szóló videó, sokkal több templom a Nagyváradon.
ezt szeretném lefektetni. Most a föltét érintettem, főként meg a fontosabbakat, de 100%-ig vannak kisebb templomok is, és egy odosztempomot is kiadtam, az de már a videóból kijött nektek. És hát remélem tetszett. A mosolóalkó találkozunk más tartalommal, és más tartalmakkal.